Pesán én Nagy Katalin vagyok, és menedzser szinten vagyok, és mi már 6 éve segítsük a dzsúdósoknak a tevékenységét. Először Maravec Feri bácsi kért tőlünk segítséget, hogy próbáljuk meg a dzsúdósoknak a sérülésén, hogy minél hamarabb fölépüljenek, segíteni, és úgy gondoltuk, hogy ezek a termékek, mivel bevizsgáltak, és nem, nincs bennük semmiféle olyan anyag, amiben, ami a dopingszerek listáján szerepel, ezért bátran fordultunk a sportolók felé. Ami nagyon sokat segített az ő fölépülésükben a töréseknél a négycsörmint tabletta, ami az izomzatoknak a felépítésében és a jobb oxigénszállításban, illetve felhasználásban segít, az a most megjelent RG Plus. Még a készítmények közül nagyon sokat használják a krémeket. A krémek közül az MSM, a propolis és a piros krém az, ami nagyon sokat segít a sportolók sérülésénél. Az MSM krém, hogyha gyulladások vannak, illetve hogyha az ízületi problémák már fölépnek a terheléseknél, vagy a fáradás miatt, a piros krém pedig a bemelegítő krém, ami nagyon sokat segít a sportolóknál, hogy melegen tartsák az izmukat. Itt az előzőekben láthattátok, hogy egy ajándékcsomaggal készültünk a világbajnokságra készülő sportolóknak. Ebben található volt az energiaital, ami nagyon sokat segít abban, hogy amikor mérkőzéseket vívnak, ugye egymással küzdenek, akkor hogy az energia, ami abban a pillanatban, amikor egy-egy dobás vagy egy-egy olyan koncentrált feladatot el kell nekik végezni, amit az ellenfél akár egy lyukót elérhetnek, ezben segítenek. És a másik nagyon fontos termék a energiaszelet, ami szintén nagyon sokat segít a koncentrálásban. A krémeken kívül, amit az előbb felsoroltam, még található volt a deó, a fogkrém, amit és a lipsz, amit nagyon nagy előszeretettel használnak a sportolók, ezek ugyan külsődleges termékek, de nagyon sokat segítenek neki. Voltak sportolók, akik a sérülésükből nagyon szépen fölépültek. Itt megemlíteném a Jó Abigailnek a portsérülését, ugye az olimpián, és az Abigail a műtét után a Forever-es készítményekkel, főleg a Freedom Tugót, az aktív hát használta. A Freedom Tugóból emelt adagot ivott, és ennek a tornának a segítségével sokkal hamarabb vissza tudott kerülni a versenyre, és sokkal hamarabb el tudta kezdeni az edzéseit. A 6. éve dolgozunk együtt a judo válogatottal. Az idei év az egy nagyon kemény év volt. Áprilisban az Európa-bajnokságra készültek, az EB-n a Csernovicki aranyérmet nyert, és még egy érmes versenyzők volt. A következő komoly feladat volt a budapesti Grand Prix, ahol megint a Csernovicki aranyérmes lett, tehát egy nagyon jó eredményt ért el, és a következő etapba most a Csernovicki világbajnokság jön, aminél vannak már nagyon komoly elhatározásai, és erre készültünk elég régóta. Szépnék Eszéva vagyok, Soaring Manager. Mi 17 éve dolgozunk a Foreverben, és nagyon büszkék vagyunk a csapatunk tagjaira, Bognárné Maretics Magdira, Rosta Lacira, Pesa Katira. Ők azok, akik a Bécsi Európai Rally üzenetét felfedezték és megértették, hogy a sportolók életébe érdemes és feltétlenül el kell vinni a Forever termékeit, hiszen a sportolóknak nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni, nagyon büszkék vagyunk rájuk. A sikerek mögött természetesen egy csapatmunka van, kisebb-nagyobb kihívások, problémákat együtt vészeltük át, és közös munkában tudtuk a háttér támogatást kialakítani. Ez nagyon-nagyon jó hír, mert a további céljainkban benne van csapatszinten, hogy bővítjük a sportolók körét, és nagyon sok sportolónak szeretnénk eljutatni ezeket a termékeket. Külön köszönjük a Forever vezetőségének, hogy mindig mellettünk álltak, és mindig támogatták kisebb-nagyobb ajándékokkal, promóciós anyagokkal ezt a munkát. Nagyon szépen köszönjük. A jövő héten 25-én kezdődik Cseljábinszba a felnőtt világbajnokság. 13 fővel veszünk részt, 4 női versenyző és 9 férfi versenyzővel. Bízunk benne, hogy minél jobban szerepelnek majd versenyzőink, főleg így az ifjúsági olimpia után, ahol Gercsák Szabina ifjúsági olimpiai bajnok lett. És ehhez ugye nagyon szépen köszönjük azt a támogatást itt, amit a Forever cég felajánlott és adott a versenyzőknek a minél jobb felkészülés érdekében. Szép Mihály vagyok, Soaring Manager az üzletben. Mindig arra gondolok, amikor FLP termékekről van szó, hogy milyen jó lett volna az én időszakomban, amikor én 35 évvel ezelőtt ifjúsági válogatott voltam, milyen jól jött volna, ha ilyen színvonalú termékek lettek volna az életünkben, mennyire támogatták volna a munkánkat. Viszont nagy öröm az, hogy 17 éves fogyasztás után ebben a korcsoportban simán tudom
tartani a 35 éves korosztályt, amikor még mindig járok edzésekre. És nagy öröm látni, hogy egyre több az elfogadottság a sportolók között, élvonalbeli sportolók között és azon felül. Bognárni Maratics Magdolna vagyok, senior manager, csapatom vezetői Pesáné Nagykati és Rosta Laci. Én nagyon kevés olyan embert ismerek, akik ilyen elkötelezett hívei a sportnak, és hosszú évek óta mindent megtesznek azért, hogy a Forevernek a termékeit eljuttassák a sportolókhoz. Azt gondolom, hogy ez egy olyan komoly tevékenységük, amelyben ezek a tiszta, kiváló és dopingmentes termékek maximálisan tudják segíteni az élsportolók minél sikeresebb, eredményesebb versenyzését. Ők teljesen célirányosan ajánlják ezeket a termékeket, és nagyon fontos, hogy csak azt és annyit, amennyire éppen egy adott versenyzőnek, sportolónak vagy az egyesületnek szüksége van. Nagyon figyelnek arra, hogy hogy zajlik egy verseny, és mi történik ezeken az eseményeken, hogy rögtön támogatni tudják az egyesületeket. Mindketten vallják azt, hogy ez a tevékenység Rex Moon hitvallásával, aki cégünk ugye alapítója és elnök vezérigazgatója, tisztán és egyszerűen történjen. Kívánom, hogy ők még nagyon sok versenyzőhöz eljuttassák ezeket a termékeket, akik ezáltal még eredményesebbek és sikeresebbek lesznek a sportpályafutásukon. Hát a judósoknak meg reméljük, hogy a következő világverseny sok-sok eredményt fog és sikert hozni.